Ebben a videóban egy kis átfogó képet szeretnék neked adni azt illetően, hogy a HTML és CSS nyelveknek, hogyha egyáltalán lehet ezeket nyelveknek nevezni, hol van a helyük a programok világában? Itt nem az a célom, hogy akár alapszinten is bemutassam a HTML-t vagy a CSS-t, ezt mind meg fogjuk nézni, csak szeretném, hogy így alapozásnak, indulásnak, nulladik lépésnek legyen az meg, hogy amikor látsz egy honlapot, gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy Bármilyen honlapot, akkor mi az, ami e mögött a HTML, mi az, ami e mögött a CSS, és mi az, ami még esetleg ott lehet egy ilyen honlap mögött, amit ugye sem a HTML sem a CSS nem érint. Az első és legfontosabb dolog, hogy maga a HTML az, az adat, a szövegek a képek, amit mögötte látsz, de nem ebben a színe színes szagos formában, és ezt majd mindent meg fogjuk nézni külön, csak hogy legyen egy, egy, egy képed róla, a HTML az így néz ki, bármelyik oldalon egy kontroll ubult, hogyha nyomsz, vagy command út meken, akkor látod a HTML forrást, ebben nem látsz egyetlen egy szint sem, egyetlen egy képet sem, mint hogy jó, hát kékre színezi meg lilára, de hogy mondjam, tehát itt, ez, itt nem narancsárga, meg szürke, Egyszerűen szöveges kódok, ami maga a tartalom. A CSS pedig arra szolgál, hogy ezt a HTML-ben szöveges módon megírt tartalmat úgymond kiszínezzük, fölöltöztessük. Tehát a HTML tartalom, ami ennyi, és ezt leellenőrizheted akár a te saját honlapodat is az a CSS által lesz ilyen, hogy ez pontosan ez a narancsárga, ez pontosan ez a szürke, ez az a szürke, itt narancsárga, hogyha ráhúzom az egeret, akkor zöld lesz, nem tudom, az oldalsáv az a jobb oldalon van, és pontosan ilyen széles, a, a tartalom az, az, pontosan ilyen széles, stb. stb. hogyha mobilon nyitom meg, akkor a, az oldalsáv az alulra kerül, stb. stb. Tehát lényegében a HTML és a CSS ezt tudják, minden honlap mögött, azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag minden honlap mögött, HTML nyelvben jön maga a tartalom, és CSS-ben jön maga a kinézet. Nagyon-nagyon fontos, hogy a gyakorlatban szinte elképzelhetetlenek egymás nélkül, CSS nélkül valamilyen primitív, alapvető HTML tartalmat talán elő lehet, elő lehet állítani, de sok értelme nem lesz. A CSS pedig konkrétan a HTML tartalomnak a formázására szolgál, tehát önmagában semmit nem érsz vele. Hogy itt a videónak a végére valami abszolút pozitívat mutassak, ez a honlap, amit itt látsz, ez amúgy kizárólag egy teszt honlap, tehát ez nem egy, nem egy élő, nincsen ilyen kávézó, de ez a honlap, ez kizárólag HTML-ben és CSS-ben lett összerakva, ráadásul responsív is, tehát hogyha én ezt itt összehúzom, akkor annak megfelelően viselkedik, tehát mobilon, mobilon is megfelelően jelenik meg, ugye ezzel tesztértjük, és ennek a honlapnak az elkészítése, ez ennek a képzésnek a része, tehát ezt a tervet, ezt egy profi webes grafikus csak ennek a, az anyagnak a tanulóinak készítette, és ezen a képzésen én magam is a nulláról építem föl, és te magad is a nulláról fogod tudni felépíteni ezt a honlapot. Tehát így záró akkordként, hogyha nincsen szükség arra, hogy az ember a háttérben bonyolult adatrendszereket tároljon, és akár csak egy néhány aloldalas honlapról van szó, és az elég, illetve nincsen szükség arra, hogy itt milyenféle speciális dolog történjen, hogyha a felhasználó ide kattint, oda akkor akár komplet honlap is Összehozható kizárólag HTML és CSS felhasználásával.